Let's go! Na, sziasztok! Mi egy olyan előadást tudunk tartani, ami a cosplay készítés az alapoktól haladóig címet viseli, ami azt jelenti, hogy a kezdőknek is sok érdekesség van, de aki készített pár jelmezt, annak is lesz benne egy kis extra. És újdonság. Hová eljön? Melyik oldalra? Na. Itt az első, hogy kik is vagyunk mi. Én Fatima vagyok, ott a azon az oldalon, a vörös hajú. Igen. Irish Lady Cosplay néven ismerhettek. Általában ilyen nagyon csajos cosplayeket készítek, vagy Disney hercegnőket. És ott van egy közös kép. Most a legjobb barátnőmmel tartjuk az előadást. Sziasztok, én Évi vagyok, vagy Vici, tök mindegy, ugye. Már 10 éve járok konokra igazából, és engem az animék kerítettek hatalmukba, és ezáltal én szerettem volna ezeket cosplayezni is, és hát animékből kezdtem az első cosplayemet, majd ugye a legjobb barátnőmmel mentünk át a Disney vonalba is, amit ugye együtt tudtunk csinálni, illetve amit még nagyon szerettünk együtt csinálni, ez az Irány El Dorado, mert imádjuk. De hát így röviden ennyi. Ja, és azt szeretném megemlíteni, hogy az előadásból saját példáikat hoztunk nagyrészt, azokat a jelmezeket, amiket mi készítettünk, parókákat, sminkeket, úgyhogy ilyen a mi stílusunkban lesznek elmagyarázva a dolgok. Ugye erről tudunk hitelesen beszélni. Ja. Na. Az első rész az inspiráció, mert ugye mielőtt elkezdünk egy ruhának, nagyon fontos az alap, amiből kiindul ez az egész, hiszen az inspiráció bárhonnan jöhet, egy jó animéből, játékból, sorozatból, filmből, mikor mindenkinek ismerős lehet az az érzés, amikor meglát egy karaktert, és úristen, én ezt akarom, át akarom élni, viselni akarom a ruháit. És hát ugye elkezdett tervezni, hogy miből is fog ez összeállni, meg hasonlók. Csak hát ugye át kell gondolni, hogy milyen célod van ezzel igazából. Szórakozni szeretnél ebben a ruhában, vagy komolyabb dolgokat is szeretnél, például versenyezni. Mind a kettőnél nagyon fontos a kidolgozottság, hogy alapos legyen, mert úgy fog jól kinézni az összkép. De mondjuk egy versenyhez azért nagyon fontosak tényleg a legapróbb részletek is, hogy kézzel készült legyen, hímzések, gyöngyök, stb. Na, én ezt úgy foglalnám össze, hogyha versenyzünk, a versenyruhák nagyok, nehezek és rohadt sok ideig készülnek. Szóval én nekem nagyon-nagyon-nagyon sok csalódás ért amiatt, hogy én már az elejétől versenyzek, mióta komolyabban készített cosplayt, ami azt jelenti, hogy több kis gagyi volt a jelmezvarrón képességem, és már akkor is versenyeztem, és szerintem ez nem a legjobb motiváció egy kezdőnek, úgyhogy én saját tapasztalatból ezt tudom tanácsolni, hogy amíg nem érzitek magatokat olyan szinten, addig szerintem inkább ne versenyezzetek, mert nagyon el tudja venni a kedveteket a dologtól. Viszont ugyanúgy lehet élvezni a versenyen kívül is a beöltözést. Ugye itt a saját képeimet hoztam példának, hogy még a jobb oldali ruha az nem általam készített, hanem rendelt ruha. Viszont ugye én szerettem volna ebbe a ruhába szórakozni és jól érezni magam, ugye, de nem akartam mondjuk erre időt szánni, hogy megcsináljam, hanem inkább megrendeltem. Viszont a baloldali, ja igen, alakítottam is rajta, mert volt, hogy nagy volt, szóval bevettem belőle, meg a parókát is azt én alakítottam hozzá, de erről később még lesz szó. A baloldali képen pedig ugye egy általam készített cosplay van. Amin ugye a nagyon apró részletektől, hímzésektől kezdve ugye én készítettem mindent, azért kifejezetten, hogy versenyezni tudjak benne, hogy egy kis, hogy mondják ezt, ilyen
Hát nem tudom, hogyha már annyit gyakoroltál, akkor az embernek jól esik egy kis viszonyítás a versenyt. Igen, egy kis elismerés, vagy ilyesmi, és hát szerencsére kaptam is ezért a pályát, úgyhogy nagyon örülök neki. Igen, azt akartam említeni, hogy én is nyertem már pár versenyt, és vicci is, úgyhogy majd beleszövünk olyan dolgokat, amik a versenyzőknek hasznosak, hogy mit szokott nézni a zsűri. Én még itt azt említeném meg, hogy ne, van néhány olyan ember, aki szereti azt mondani, hogy ő volt, vagy készített valamit, amiről ez nem igaz versenyen, ami szerintem elég visszatetsző egy olyannal szemben, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak szépen, aki évekig, vagy egy évig, két évig készítette a jelmezét egy a versenyre. Van. Igen. Mert hogyha mégis van segítséged, vagy ilyesmi, az egyáltalán nem gáz, csak ugye érdemes ugye mondani, vagy ilyesmi, hogy ezzel, meg ezzel segített valaki, de azzal legalább egyenlően indul az ember a többi versenyzővel szemben. Igen. A versenyen. Mert én is minden magamnak csinálok, mivel legelején mondjuk kaptam segítséget, mikor még elindultam, de tudom, hogy milyen macera szenvedni egy vagy két évig egy jelmezzel. Na, a következő a motiváció. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogyha már haladóak vagytok, és elég nagy ruhákat csináltok, jelmezeket, összetetteket, hogy nagyon fontos, hogy élvezzétek ezt a folyamatot, mivel ez mégiscsak egy szórakozás, és minél nehezebb egy jelmez, minél részletesebb, lehet, hogy egy évig dolgozol rajta, annál könnyebben elveszed az egész lelkesedésedet, a motivációdat, és csak kényszerből akarod befejezni. Köszönjük! És ez nagyon rossz, mert így meg tudod utálni az egészet, félbe tudod hagyni a jelmezeket. És hát jobb, ha nem ábrándultok ki belőle. Érdemes megkérdezni, mi motivált titeket egy adott cosplay elkészítésében, miért akartok megjeleníteni egy karaktert, jó, hogyha tényleg szeretitek azt a világot, azt a karaktert, tényleg jól érzitek magatokat az olyan típusú ruhákban. A másik pedig, hogy azért fontos a motiváció, hogy meglegyen a kitartás, hogy végig tudjatok csinálni egy bonyolult cosplayt. Így hoztam egy saját példát. Ő Anna, pedig őre vagyok a legbüszkébb, akkor lenyeltem a legtöbbet. Nagyon-nagyon-nagyon sok volt a monoton rész a jelmez elkészítésében, ott látszódik, ez mind kézi hímzés a felső részen, alul pedig hímzés és rátét. A rátét az annyiból lát, hogy 280 darab szirom van a szoknyámon, és mindet én vagdosom ki egyesével, és betegszet vasaltam a hátára, aztán fölvartam. És ezen kívül még elég sok festés, hímzés van a szoknyán. És ehhez nagyon sok motiváció kellett. Én imádom ezt a karaktert, és nagyon jól éreztem magamat ebben a ruhában. És igazából a karakter szeretete motiválta arra, hogy bebírjam fejezni, mert én ezt a ruhát fél évre félretettem. Mert csak 3 hónap volt a mellényt elkészíteni, és a fűző részét. Összes többiről nem beszélve, kb. Egy év volt az egész a pihentetés nélkül. És egy fél évig félretettem, és hagytam, hogy ülepedjem. Mert elegem volt a hímzésből, a vagdosásból. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki... Én azt tenném hozzá, hogy előfordul, hogy ugye elkezd az ember egy ruhát, ugye, és akkor hirtelen jön valami új sorozat, vagy játék, vagy bármi, és meglátsz benne egy karaktert, és akkor hirtelen mekkora késztetést érzel arra, hogy inkább őt csináld meg, és akkor az előző ruha, ami már mondjuk félig kész van, akkor az így abba is marad. De hát ugye, ahogy Fati barátnőmmel is beszéltük, akkor érdemes egy picit félretenni tényleg az előző ruhát, mert akkor a motiváció egy picit alább hagy, és akkor az új ruháért fogsz rajongani, de lehet, hogy ezt be tudod fejezni, és később újra lesz motivációd arra, hogy az előző ruhát meg be tud fejezni. És lehet, hogy jobb is lesz, mint hogyha erőszak által lenne befejezve a ruha. Én is így vagyok amúgy vele, hogy ezt tudom ajánlani, hogyha tényleg imádtok valamit, kijönne az új Bridgerton évad akármi, és annyira akartok egy olyan rucit, akkor érdemes azzal foglalkozni, és kijelni az abbeli vágyatokat, amelyik tart. Viszont azt nem tudtuk beletenni a prezentációba, mert tudtuk, hogy szűkös az idő, hogy érdemes a táblázatot csinálni a munkafolyamatról. Mert hogyha sokáig nem néztek egy ruha felé, vagy a bevásárló listához, nagyon jó, hogyha felírjátok, hogy éppen milyen fázisokból áll egy jelmez elkészítése, és hol tartotok vele. Itt van egy saját szemléletes példám. Itt jobb oldalt a régi Csipke Rózsika cosplay-em, itt pedig bal oldalt. Hát
nektekból az új Csikkerúzsika cosplayem, amit most tavasszal fejeztem be. Megjegyzem, ez is fél éve telt a szekrényben, mielőtt befejeztem. És megéri a kitartás és a motiválni magadat, hogy akár újra elkészíts egy jelmezt, ami régen borzasztóan slampos és szahadul, ne bocsánat, rosszul sikerült, mivel én ezzel a rózsaszín Csipke-rózsika ruhával is nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és akkoriban, 6 évvel ezelőtt ez volt a teljesítményem csúcsa. Ennél jobbat nem tudtam kipréselni magamból, akármennyit tanultam. Ez a jobb oldalsó, ez pedig sokkal rövidebb idő alatt el is készült, hála a sok gyakorlásnak. És van köztük körülbelül ugye 6 év gyakorlás. Na hát szeretnék az alapokról beszélni. Ez egy nagyszerű aranyköpésem, vagy egy szent háromságnak hívom, a ruha, kiegészítők, a paróka és a smink. Ugyanis ezek együtt adják a legtökéletesebb végeredményt. Nagyon sokszor előfordul, hogy én ugye parti hercegnősködök, ami azt jelenti, hogy tízni hercegnő vagyok, és így megyek szülinapi bulikra, meg hasonlók gyerekekhez, és ha kiszállok a kocsiból, ki vagyok sminkelve, úgy, mint Belle, és rajtam van a jól beállított karakterparóka, minden gyerek üvölt, hogy ott van Belle. Mert írtatosan felismerhető a karaktersminkről és a hajról egy karakter, hogy a szó ismétlésért. A ruha és a kiegészítők az ilyen felismerési szempontból másodlagos. Szóval, ha nagyon szeretnétek hasonlítani, akkor érdemes mind a hármat szem előtt tartani. Igen. Nagyon jól elmondtad. Na, az első a ruha és a kiegészítők, amiről beszélni szeretnénk. Okay. Igen, ez az én kedvenc topikom, az anyagismeret, avagy mihez mit, szóval milyen karakterhez, milyen... Hát, ezt tanultam is. Igen, bár amúgy nem sokat, szóval akkor annyi volt az óra, hogy magamnak kellett a tankönyvből megtanulni mindent. Hát a ruha és a kiegészítők. Az egyetlen és legfontosabb kérdés szerintem ebben a kategóriában, hogy milyen a ruha viselőjének az életstílusa. Hoztam 2 reneszánsz vásáros szemléltető példát. Ott van egy hölgyemény, aki egy ilyen szolgáló, alacsonyabb sófi polgár. Egyszerű. Igen, ő nem túl gazdag, nem túl tehetős, nem vádokra járok, eszem az édességet típusú karakter. És itt a másik oldalon található egy nemesi pár. Látszódik már a képen is, hogy nekik nem csak anyagában, de valamennyire szabásában is különbözik a kosztümük. Például egy olyan karakternek, aki harcos vagy vadász, kint rohangászik az erdőben, vagy tényleg harcol, neki nem lesz könnyű, könnyen sérülő, díszes anyagból a ruhája, a amiről le tudnak, igen, vagy fényes anyagból, ami beakad, vagy akadályozza őt a mozgásban, vagy leszakadnak róla a gyöngyök, vagy egy ilyen nagy saján brokált ruhában, mint amit a nemesi párom van, biztos, hogy nem fog rohangászni mondjuk Geralt a Witcherből, vagy mondjuk egy szatén zekében. És ezt szerintem nagyon érdemes szem előtt tartani, hogy próbáljuk meg a karakterünk éles stílusához igazítani az anyagválasztást. Ezt nagyon sokáig lehetne boncolgatni, de mivel 30 percünk van, ezért ezzel az egy jó tanáccsal indítalak titeket útnak a textilboltba. És a másik az, hogy érdemes turkálóba menni. Nekem is például ez az anyag a történelmi ruccimhoz turkálóból van, mert nagyon jó dolgokat lehet találni, és néha hatalmasokat. Nekem is a kabátom turkálóból van, el nem hisztek, hogy 1-2000 forintért lehet ilyen bőrkabátokat találni akár. Ja, ez a másik, hogy ezt még nem raktuk bele az elejébe, de ha valaki kezdő, akkor érdemes esetleg átalakítani néhány dolgot. Hogyha találtok mondjuk egy megfelelő szoknyát, vagy bajorruhát, abból mondjuk bának a ruháját el lehet készíteni, vagy akármilyen hobbit, vagy fantasy karaktert. És akkor ti varhattok hozzá blúzt, és akkor megvan a sikerélmény, hogy vartatok valamit, de mégis van egy kész jelmezetek, mert a turkálóból olcsón szerezhetek hozzá egy. Nagyon jó gyakorlás. Itt a szabás minta. Akarsz jól mondani? Igen. Ő a másik legsarkallatosabb pont, mert ezt hozzá kell tenni, hogy akármilyen szabásmintát vesztek, ha nem jó az anyag, nem fog működni a szabásminta. Nekem volt olyan fűző, hogy
túl merev volt az egész, túl merev volt az anyag, borzasztóan nem állt úgy, ahogy kellene, pedig a fűzőt nem csak, hogy merevítjük, de van benne egy merevítő anyag, egy olyan anyag, ami általában former, amivel kimerevítjük, hogy ő ne ráncolódjon össze-vissza, azon kívül teszünk bele hajcsontot. A szabás minta, hát én három változatot hoztam nektek. Az első, amit én nagyon szeretek, és a legeslegolcsóbb opció, gazdasági válságra tekintettel, nagyon macerás, de megéri megtanulni. Ott van Janet Arnoldnak egy Stolz könyve a sarokban. Több ilyen fajtát lehet kapni, nem csak az ő könyveit. Ezek a Nagy István könyvek. Az a lényeg, hogy négyzethálósan, itt látszódik, ide jövök megmutatni. Négyzethálósan benne vannak a szabás minták. Van a sarokban egy méretarány, hogy egy kocka mondjuk egy incs a valóságban. Nálunk nem lehet kapni ilyen papírt, úgyhogy szépen otthon fel kell vonalazni, kimérni, aztán felrajzolni rá a szabás mintadarabokat, és így egy könyvből akár 56 szabás mintát is ki tudtuk otthon ingyen és vérmentve másolni. A könyv meg 5000 forint volt, úgyhogy mindenki jól jár. Amúgy darabja 5-6000 forint egy szabás mintának, mondjuk egy fűzőnek, vagy egy olyan blúznak. Ha megveszitek, erről is lesz szó. Őt én nagyon ajánlom, hogy akit jobban érdekel a mindenféle szabás, mint te, ezt egy kicsit érdemes áttanulmányozni, és egy kis türelemmel kimásolgatni. A másik opció, ami nálunk elég népszerű, a burda. Régi burdában, mint ahogy a hölgyen is látszódik ott oldalt, lehet kapni nagyon... Hogy is mondjam, vannak olyanok, hogy nagyon jelmezszerű ruhák, ezek van a régi burdákban. Az ilyen... Van ilyen kategória is ennek az újságnak. Mert én azt vettem észre, ha ez egy jó tanács, hogy a jelmez burda, lehet kapni külön csomagot, jelmez burda szabás mintát, itt is a burda volt Budapesten, nem jó, borzasztóan. Én megpróbáltam, nem áll sehogy. Igen. Úgyhogy ajánlom, hogy 300 forintért turkáljatok itt antikváriumokban, mi is sokszor turkáltunk. És akkor irtósok, szó szerint hercegnő ruhák vannak az esküvői kiadású burdákban, vagy a tavaszi esküvői szezonos burdákban. Ha valaki hercegnőt akar elkezdeni, és nem a bonyolult fűzős felsővel, akkor egy burdába esküvői ruha kimásolja, és majdnem kész. És mellette vannak a bonyolultabb, ez egy... Most magyarul nem tudom, hogy hívják. Hát egy Jane Austen korabeli fűző van a hölgyön, Chess Days. És vannak ilyen szabásmintek, amiket megveszel PDF formátumban, vagy esetleg ki is postázzák neked. És ez a szabásminta semmit nem tartalmaz, csak ki kell, általában ki is van vágva, vagy te is kivághatod, vagy kinyomtatod otthon, ha PDF, és készen van. A burdánál látjátok, hogy ő is egy kimásolós buli, azon a gyönyörű szabásmintáim van, meg kell keresni a te színedet, számodat, darabjaidat, és úgy tudod kivenni a ruhát, szabásminta darabjait. Azt szeretném még megemlíteni, de szerintem mindjárt lesz egy ilyen topik, hogy a legnehezebb része az egész jelmezkészítős bulinak, hogy magadra igazítsd a szabás mintadarabokat. Nekem itt a csipkerózsika ruhám, itt látszódik, hogy legfőképp egy passzentos hercegnő felsőnél, ami merevített. Hát nagyon fontos, hogy jól álljon. Ne álljon el a derekadnál, ne gyűrődjön. Ezt semmilyen bolti szabás mintával nem lehet általában elérni, mivel nem vagyunk sablon 36-os méretek. Ezt mindent magadra kell alakítani. Úgyhogy nem szabad megérni, hogyha kimásoltok egy szabásmintát, hogy megveszitek 6000 forintért egy gyönyörű fűzőszabásmintát, és itt nem áll olyan jól. A legegyszerűbb, amit én tudok tanácsolni erre az esetre, hogy zsírpapírból szabjátok ki, vagy ha kiküldik szabásmintát, akkor tűzzétek össze, és úgy próbáljátok magatokra tükörbe, vagy kérjetek meg valakit, ki megnézi, hogy hogy áll rajtatok. És akkor, mivel össze van tűzve, ezért a kis biztosító tűkkel lehet igazgatni. Ha kifordítva felvesztek egy kész ruhát is akár, azt is úgy tudjátok legjobban szűkíteni, hogy ki van fordítva, betűzitek ki, aztán be lehet is varni. Amikor kifordítani, nem kell áttűzni, vagy rögtön össze kell fércelni azon, akin rajta van. Ha valakinek van olyan ismerős, aki picit tud varni, akkor összefércelheti rajta mondjuk a olcsó lefedőből kiszavott próba felsőjét, és akkor rögtön rá van igazítva. És aztán a szabás mindent tudjátok ezt korrigálni. Hogy látszódik, hogy hogyan tűzzük fel és vágjuk ki a szabás mintát. Nagyon szemléletes ábrázolás. Szerintem...
Én azt akartam mondani, hogy kicsit kevés az időnk, de interaktívra akartam az előadást, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van valami kérdése, most gyorsan tegye fel a kezét, és rögtön válaszolunk az eddig elhangzottakból. Valaki? Tessék. Ja, Janet Arnold, ő az írónő, és a Patterns of History, valami ilyesmi a címe a könyvnek. Szerintem majd kérdezd meg tőle, ha végül az előadásnak, mert ő is használja azt a könyvet, aki a fehér pólóban. Oké, okay. Na, azok van. Ugye ezek a könyvek nagyon hasznosak, olcsósági szempontból. Ami még nagyon fontos, a megfelelő színek és részletek. Ugye az egyik legnehezebb dolog egy cosplay anyag vásárlásánál, hogy megtaláld a tökéletes színű anyagot a ruhához. Úgyhogy ilyenkor jön az, hogyha hiába keresed már 1 millió éve mondjuk, akkor kénytelen vagy befesteni az anyagot arra, milyen színű kell, hogy legyen. Színátmenet mondjuk, amit sehol nem kapsz, csak hogy előállítom. Itt látható, hogy ugye mi is csináltunk már pár ilyen színátmenetet, ilyen szivacsokkal nyomkodtuk az anyagba az átmeneteket. Igen, szivacsal a legkönnyebb, úgy átmenetet készíteni. Vagy pedig ugye fogod az anyagot, és akkor elkezded bele így szépen mátogatni. De ugye elég könnyen foltos tud lenni, szóval... De annyira nem néz procedúra amúgy. Nekem az a 6 évvel ezelőtti Gagyi Csipke Rózsikám a prezentáció elejéből annak a szabás, mint a darabjai, amit befestettem. Úgyhogy a festés már akkor sikerül, ha a jámasz basszantossága kevésbé. A másik, ami még előfordul, hogy éppen nem befesteni kell, hanem kicsit fakítani az anyagot, amihez én hipót használtam, ami azért veszélyes tud lenni, mert nagyon büdös és igen erős anyag, szóval nem is lehet mondjuk akármilyen anyaghoz használni. Én egy ilyen sima vászonhoz használtam, amihez viszont jó volt, így fokozatosan szivattam ki belőle az anyagot, mert ugye csak... Ez egy kiszívta a színét, talán kifakítottam a színét, úgymond a hipóval, csak hogy ugye jóval később jön ki a színeredmény, ezért mindig fokozatosan kell ezt használni. Majd elég sok technika lehet arra, hogyha szeretnéd kicsit korhűsíteni az anyagot. Hát Witcher vagy Assassin's Creed cosplayeknél ez majdnem hogy követelmény, hogy egy kicsit koptasd meg, vagy vérfoltozd, sárfoltozd be. Akkor ilyenekre jó a kávé, az ételfesték, meg ilyen finom dolgok, amiket anyagra is nyugodtan rá lehet tenni, mert nagyon különleges hatást tud elérni. Amúgy a kávéből sokkal jobban lehet régiesíteni, mint festékkel, ez egy tip. Igen, csak annyit ki fog jönni belőle, úgyhogy arra vigyázzatok. De ha nem mosod az anyagot, az még korhűbbé teszi. Igen. Amúgy régen nem mosták a 16-17. Században a felső részeket, sőt később sem. Az alsó ruhát. Úgyhogy ne izguljatok, nem mosatok, hogy cosplayeltek felső részét 3 évig. Egy kis dezodoris. Tetűsek nem lesz tetűs, azért mosták az alsót, mert ezek véd a betegséget. Igen. A másik, ami még iszonyat fontos, azok az apró részletek. Tényleg a nagyon apró részletek, amikor a szoknya alján van valami kis minta, de azt is kihímzett kézzel, már attól is el tudnak ájulni az emberek, hiszen például ugye voltam ugye a versenyen is, a zsűri teljesen el volt ájulva attól, hogy a legkisebb kis minta is kézzel ki volt hímezve a ruhán. Vagy gyöngyök vannak feltéve. Én szeretem kigyöngyözni, ha kihímzek valamit, ugye annak a mentén, a hímzés mentén például kigyöngyözni. Amúgy ez az, amit díjaz a zsűri, hogyha van egy minta a ruhán, az nem festés, hanem rátét vagy hímzés. Igazából a festés az, vannak olyan ruhák, például a kínai saján festés, ahol van létjogosultsága, de a legtöbb jelmezzel nagyon lapos, nagyon kétdés a festék, azon kívül, hogy matt, még hiába festett fényes festékkel, nem domborodik ki, ahogy mozog az anyag, ahogy mozogsz, nem játszik rajta úgy a fény, sokkal szebb a rátét, ami ugyanúgy lehet 3D-s, ami azt jelenti, hogy esetleg mondjuk polárból kivágod azt a mintát, vagy én Anna hercegnőnél a szoknyára a szirmokat úgy csináltam,
hogy betegszett vasaltam egy régi szatén maradék hátuljára, abból kivágtam és úgy vartam föl, amitől kizongorodik az anyagból és szép fény, ez nem foszlik. Úgyhogy nem tudom, ez a tanácsunk azoknak, igen, akik versenyezni szeretnének például. Hát tényleg különlegesek a legtenni a ruhát, a legapróbb részletet is próbálják így kidolgozni. Egy egyszerű ruhánál is sokat segít, ha mondjuk díszöltéssel, mondjuk egy ilyen egyszerű lánchímzéssel, láncöltés? Láncöltéssel a szegélyénél ki van díszítve, meg van rajta pár mondjuk ugyanolyan színű gyöngy, akkor is, ha a rajzon nincs, de élőben sokkal jobban néz ki. Ja, és még ezt akartok megállítani, hogy én ugye jelmezeket is tervezek. Az a csipkerózsika is az elején a kék az originál volt, amit én terveztem. És a papír mindent elbír, de a valóságban nagyon ritkán áll úgy. Még úgy is, hogy össze-vissza kitömítek magatokat. Azt elfelejtettem belerakni a prezentációba, de a viktoriánus kori és magyarul szecessziós Edwardian stílusban az emberek mesterei voltak a manipulációnak, ami azt jelenti, hogy itt is cicibe, farba, mindenhol ki voltak tömve. Amúgy rajtam is van farpárna a 18. század miatt. Imádták, szóval ezeket érdemes tanulmányozni, hogy ők hogyan töpték ki magukat, hogy ilyen gyönyörű domború mákosuk legyen, itt is domborúak legyenek, mert nagyon sokat tud segíteni. Hogy mondjuk egy karaktert, akár anima karaktert, és aki itt ott domború, hogyan tudjátok szépen kitömni magatokat úgy, hogy nem csak a jelmezt úgy szabjátok meg, hanem beletömtök néhány helyre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek bele vannak hordva a ruhába ezek a tömések. Illetve ugye nekem anyám mondta mindig azt, hogy ugye ami rajzolva van, az a valóságban sose fog úgy állni. Igen, nagyon ritkán tényleg, és itt nagyon kényelmet. Nehéz megcsinálni tényleg olyanra, amilyenre mondjuk egy rajzolt, vagy játékbeli karakter meg van alkotva. Kivéve, ha direkt így van megtervez maga a játék, vagy a karakter, hogy cosplay kompatibilis legyen. Illetve a másik, amiről még akartunk beszélni, az a vasalás, amit elfelejtettem. Ja, azt én elfelejtettem, igen. Mert a vasalás az nem csak azért fontos, hogy ne össze-vissza gyűrött ruhába jelenjetek meg, de ez egy pró tip haladóknak, hogy amikor például megvarrad ezt, vagy akármilyen fűzős felsőt, akármit, érdemes szétvasalni a varrást, ami azt jelenti, hogy egy centisen van a varrás, tudjátok, két anyag összeborva, és egyik szárát ide, a másik szárát a másik oldalra kell vasalni, és így kívülről elveszti ezt a csúnya domborúságát, szép lapos lesz a varrás, sokkal jobban áll. Itt látjátok igazából, most megmutatom, hogy csak ezt elfelejtettem PPT-t belerakni. Ez itt nincsen szétvasalva, és ilyen csúnyán domborodik még a varrás, mert belülről nem vasaltam szét a varrás széleket. És amikor vasaltok, érdemes például a pufi ujjakat rátenni egy hatalmas gombolyagra, a fonal gombolyagra, és azon megvasalni. Vagy ehhez külön egy ilyen kis vasalófát készíteni. Hozzáteszem a próbjelmez készítőknek, vagy varrónőknek van is ilyen kis fája. Ez egy ilyen kis kerek, vagy egy ilyen nagy nudli alakú, kitömött kis párnácska, otthon is meg lehet csinálni. De a kanapé széle is jó. Igen, ja, és a másik, hogy amikor felhajtotok egy szoknyát, legfőképp a körszoknyát, a körszoknyánál kötelező, le kell vasalni a varrásztért, mert különben minden ott keredni fog, ha ezzel találkoztatok már. Ja, és a másik tipp, hogy én kb. Mindent az internetről tanultam. Úgyhogy aki egy kicsit is tud angolul, az írtósok technikát el tud sajátítani a netről. Nos, a következő nagy szempont az a palonka, ami ugye nagyon fontos a ruhához. Hát, ugye sokan úgy hagyják a palonkát, ahogy megkapják, vagy megrendelik. Nem mernek igazából hozzányúlni, hogy olyanra... Szerintem menjünk erre. Amúgy most belelógunk a képbe azoknak, akik itt ülnek. Ki a vállaltatok volna? Szóval sokan úgy hagyják a palonkát, ahogy megkapják, és nem mernek hozzányúlni. Persze kell egy kis gyakorlás ahhoz, hogy meg tud olyanra csinálni, ami erre kell, de utána sokkal karakterűbben meg vissza tudod adni az adott karakter. Igen, meg nagyon csúnyan kilátszódik a saját hajunk a paróka alól. Ez nagyon nehéz megcsinálni, de erre érdemes odafigyelni, mert én már kisgyerekektől is hallottam, amikor mentem hozzájuk, hogy rögtön azt keresik, hogy a saját hajadat. És hogy a kilóg a hajad véletlenül, azt ők is megjegyzik. Na, hogy még egy jelmezes. Igen, hát itt ugye látszódik is a különbség, ugye mielőtt és miután megformáztam a parókát.
Ugye én nem tanultam semmi ilyesmit, én is ugye nagyon sokat gyakoroltam, hogy meg tudjam csinálni, de annyira nem bonyolult, hogy ne menjen senkinek. Hát azt akartam mondani, én minden nagyon lassan tanulok meg, úgyhogy ha én meg tudtam járnaszt készíteni, akkor mindenki meg tud. Ugye ADHD-s vagyok, úgyhogy szerintem ez minden távon, mindent 6-szor annyi idő alatt tanulok meg. Itt egy rövid folyamata annak, hogy hogyan csináltam meg ezt a parókát. Ugye a karakternek hátul nem látszódik semmilyen cofia, vagy hogy lenne felkötve a haja. Ezért úgy döntöttem, hogy felragasztom az egész hajat, ugye egybe. És erre a felragasztott pontra raktam rá a pillangót, ugye ami az előző képen is látszódott. Ugye ott hátul van egy pillangó. Mert ugye én úgymond csúnyának találtam, hogyha ott kilógott a cof hátul, miközben az animébe erre semmilyen utalás vagy jel nem volt, hogy ilyen lenne hátul a haja. Szóval szó szerint fölzselész, ragasztóval, az egész cofot, a lófarkot, ugye? Hogy igen. Ne szállasodjon ki a lófarka, hanem örökre úgy maradjon. Hát igen, meg ugye a karakternek ugye a haja vége volt csak lila, és ezért nekem nem tetszett, amikor ugye ilyen pótha, ilyen lila tincs volt betéve, hogy az egész lila volt, ezért én befestettem a lila részének a felső részét feketére, hogy tényleg csak az alja legyen lila. Színátmenetet festettél bele. Ezzel is jobban visszaadva a karakter igazi haját. És a végén ugye vasalóval megformáztam, hogy egy kicsit ugye adjak karaktert az előső ilyen fufró résznek. Amúgy hullám, nekem az a tippem, hogy egy kicsit olcsóbb parókátok van esetleg, ha egy pamut darabot, régi pólót, akármit, aha, az itt lesz, oda raktok, akkor azt is ki tudjátok vasalni egyenesről. Nem közvetlenül a paróka hajjal érintkezik a hajvasaló, hanem van köztel mindkét oldalról egy kis pamut rongyi. Igen, úgyis még ezek a szintetikus parókák is képesek formázódni minimális szinten. Illetve van az, ami még ugye néha szemet szúr, hogy túlságosan csillogó vagy műhatású maga a paróka, ami ellen tud jó módszer lenni. Én például öblítőbe szeretem sokat áztatni, majd ugye ebbe megszárad, akkor hintőport szeretek egy kicsit rátenni, és ahogy látszik a jobb oldali képen, ott a különbség a hintőporral és hintőpor nélküli tincsel. Remélem látszódik. Tehát nem lesz csillogós annyira, hogyha egy kis hintőporral megspékelünk. Kicsit olyan életszerűbb az egész. Annyi, hogy én úgy szoktam gyakran hullámosítani a parókákat. Szoktam én is hajsütővel. De hogyha forró vízzel, ha betekeritek, akár az okniba is lehet, ez az oknitekerés módszer. Igen, hogy befonjátok, és leforró vízezitek a parókát, akkor meg kell várni, hogy megszáradjon, és gyönyörű göndör lesz utána. És ugye itt van néhány kép, hogy mennyire fontos a jó haj egy cosplayhez, hiszen mindegyik képen más hajam van igazából, és hogy mennyire más összképet mutat az egész cosplayről. Középen például a saját hajam van, de két célem, meg két különböző parókát használtam hozzá. Itt vagyok én. Ez az egyik, nem is tudom mikor, ez is 6-7 évvel ezelőtti jelmezem. A legelső közös cosplay. Igen. Ez itt nektek jobb oldal, látjátok, hogy elég kis csopi vagyok, az ott az eredeti hajam. Először így viseltem ezt a Anna jelmezt. Itt pedig a múlt héten az egyik ilyen gyerek buliról, itt jobb oldal. Nem, az nektek bal. Nektek bal oldal. Felvettem hozzá a parókát, amit én vágtam, és én formáztam így a fufruját is. A fufruja elég lapos volt, úgyhogy nem csak megvágtam, hanem egy kicsit begenderítettem és betupíroztam, hogy pufibb legyen. És hát szerintem tökre látszódik, hogy mekkora nagy különbség van egyetlen egy paróka miatt, mennyivel jobban néz ki. Ja, van rajtam egy hasonszoknya is itt. Hát ja, az egész cosplayen tud változtatni. Igen, sokkal felismerhetőbb a karakter, meg valahogy élőben se szeretjük a lapos a hajunk, nem? Itt mindenki által vittupírozgatja a haját, minél nagyobb legyen. És valahogy... Meg egy kitalált karakternél, egy rajzolt, meg animált karakternek ugye alapjában úgy csinálják meg a haját, mint hogyha ilyen
ilyen csodálatosan sok haja lenne, de valóságban ugye ez nem ilyen, ezért jó a paróka, hogy hiába hasonlít a hajunk az eredeti karakterre, sajnos parókával, ami sokkal dúsabb, négyszerűen dús, mint a hajunk. Sokkal jobban visszaadod a karaktert igazából. És hát akkor az utolsó fontos részlete a cosplaynek a smink. Hát mind a ketten ott vagyunk amúgy, középen saját magunk, saját naturalisztikus valónkban. Itt a karakterek, itt pedig a mi cosplayünk. Szerintem a legfontosabb mindig az, amikor egy karakter sminket készítesz, hogy nézzen milyen a szemöldöke, milyen a szája, esetleg az arcának az alakja. De hogyha a szemöldököt, a szája alakját és azt, hogy esetleg kereke a szeme vagy mandulavágású, jól be tudod lőni, akkor tök mindegy, hogy kocka alakú ez arcod vagy szív alakú, hasonlítani fogsz. És hát szerintem azért itt magukért beszélnek a képek. Például nekem Belhez annyiból van szerencsém, hogy neki eléggé mandula alakú a szeme, szóval nem kellett túl sokat szenvednem vele, hogy megkerekítsem a szemformámat. Annálnál sajnos nagyon nagy meló volt, és sok műszempilló, hogy kerek szemeket varázsoljak magamnak. És például a Disney hercegnők azért ugyanolyan rajzolt karakterek általában, mint egy animében, bár az animében általában kerekebb a szemük. Úgyhogy sajnos annyira nem valóságos, akkor nagyon ügyeskedni kell a sminkkel. Még akkor is, ha nem úgy nézel ki, mintha agyon lennél sminkelve. Itt Belhez szerintem, hogy 30 percig mosom magamból a sminket. Igen, az fontos, ugye, hogy szállj időt erre a gyakorlásra is, meg arra is, amikor ugye mész meg rendezvényre és előtte, arra, hogy rendesen fel tud tenni magadra a sminket, hogy megnézd tényleg, hogy áll a szeme, a szája, szemöldök, arc, minden. Nagyon sokat tud dobni amúgy az összhatáson. Én is nagyon sok olyan jó jelmezes láttam, aki semmi smink nem volt, és legfőképp akkor, hogy a karakter akar lenni sajnos, akkor sokat, nagyon sokat tud dobni a hasonlóságon. És a másik, ami fontos még, ugye, hogy vannak olyan karakterek, mint hogyha nem lenne rajta smink, de akkor is kell sminket használni, hiszen egy adott karaktert akarunk visszaadni, akkor fontos az arcunkat hozzáigazítani a karakterhez, mert ugye, ha csak nem ikert testvéredről van szó, nem fogsz úgy kinézni, mint a karakter. Igen, itt is lehet azzal játszani, hogy beárnyékolj egy picit esetleg az orrodat, hogyha sokkal szélesebb az orrod, mint a karakter. Igen, a szemöldökkel, meg a szemmel játszani, szájjal is lehet, itt is nagyon fontosak ezek a részletek, hogy megfigyeld, igazából nagyon meg kell figyelni a karaktert, hogy mit teszik jellegzetessé az arcát. És ami még nagyon fontos, az a férfi smink. Nagyon sokan szeretik elhanyagolni férfiként, akik férfit cosplayeznek, de hiszen ők is szeretnének visszaadni egy adott karaktert. Vagy egy adott, hát úgy karaktert, hogy például van valaki, aki nagyon parancsoló, nagyon tekintélyparancsoló, kinézetű, pillantású férfi, azt elég nehéz visszaadni, mert olyan karakterisztikával szüles, hogy mindenki tétre hajoljon előtted, vagy... És szerintem olyankor is érdemes egy kis árnyékolást föllakni, nem csak azért, hogy pont úgy néz ki, hanem hogy meglegyenek azok a jellemvonások, hogy karakterisztikusabb legyél. Hát igen, itt is látszik a különbség, ugye, hogy két szélen ugye, egy adott karakterhez van sminkelve, középen meg ugye natur önmagába, és hogy egyáltalán nem olyan morcos az igazi arca igazából, mint amilyen karaktert varázsoltunk belőle. Igen, szóval látjátok, hogy mennyivel kalózosabban, vagy lovagosabban, vagy elhesebben néz ki, mint a valóságban. Hát igen. Úgyhogy cukik vannak a valóságban, megvan minden reményetek ahhoz, hogy egy ilyen rabló kalóz váljon belőletek egy kis minkkel, és mindenki elhiggy, hogy ti vagytok a héttenger ördöge. És a legvégén a legfontosabb, gyakorolj nagyon sokat, az mindennek a kulcsa. Igen. Láttátok, hogy én pedig beraktam a saját nagyon régi, nagyon vagy jelmezemről, meg az újabbról egy képet, hogy senki nem úgy kérdezi, hogy a második jelmezével Auron cosplayt nyer, hogy csodálatosan fog kinézni. Úgyhogy idővel eljuthat az ember odáig. Szóval akkor köszönjük szépen a figyelmet! Ha van kérdésetek... Ha van kérdésetek, megtaláltok még itt minket a rendezvényen. Ugye nyugodtan gyertek ide, mert elég kevés volt. 30 perc.